Ilyenkorra már nagyon hiányzik a strand hangulata, és legalább egy kicsit lángossal vissza tudjuk hozni ezt. Kétféle lángos receptet is mutatok. Az egyik azért nagyon jó, mert nagyon egyszerű összeállítani a tésztát, tutti biztos nagyon jó levegős lángos süthető belőle, és érdemes többet dagasztani, betenni zacskóba, és a hűtőben eláll akár egy hétig is. A másik recept, amit mutatok, az pedig a legjobb recept azok közül, amelyeket a gasztroangyal során találtunk. Ez egy nagy kátai recept. Kezdjük mindjárt ezzel a kefíres lángossal. Itt már gyönyörűen felfutott a cukros tejben az élesztő. Mindkét adagba 30 dekához fél-fél deci tej kell csak, és fél-fél csomag élesztő. Egy kanál cukor van benne, így ezt most el fogom felezni. Gyönyörű nagy hab lett az egész. Ebbe a kefíres lángosba kell egy egész tojás is, és nem egészen 2 deciliter kefír. És természetesen egy kicsi só. Az elején, amikor így összekeverjük és lánynak érezzük, még ilyenkor ne adjunk hozzá lisztet, hiszen elkezd dolgozni az élesztő a liszttel, és ez egy kicsit még keményedni fog. Nagyon fontos, hogy a lángos akkor lesz igazán levegős, kívül ropogós, belül pedig szinte az egész egy levegő, hogyha szép lágyra dagasztjuk. Igaz, hogy úgy nagyon nehéz bánni a tésztával, viszont ez az egyik legfontosabb dolog, hogy egészen lágy legyen a tésztája, még sokkal lágyabb, mint a fánk tészta. Nagyon szépen ki kell dagasztani, mint minden keltet, az időt meg kell adni neki. Most már szép sima, és látszik, hogy azért egy icipicit lágyabb a tészta, mint amivel bánni lehet. Nagyon kicsi lisztet adok hozzá. Mikor így elkapjuk a grabancát, és szakadás nélkül nyúlik, akkor már kész is van. Félre is tehetjük. A lángos tésztát is langyos, meleg szobában kell készíteni, és nem szabad nyitogatni az ajtót, mert romlik a minősége. Teljesen fölösleges megmosni a kezem, összeállítom a top 1-es lángost, jön bele a 30 deka lisztbe 1 kanál szódabikarbóna. Jön bele a másik fele a felfutatott élesztőnek. Jön bele egy pici só. És innen kezdve csak langyos víz. És ugyanolyan lágy tésztát kell dagasztani, mint a kefíresből. Teljesen máshogy viselkedik ez a tészta, ugyanúgy simára kidagasztjuk. Amikor a tészta szép sima, félretesszük a langyos meleg szobába, letakarva, akár le is olajozhatjuk mindkettőnek a felületét. Addig, amíg kell, addig szépen ide készítjük a jó kis sütőedényünkbe az olajat, vagy a sertészsírt. Az nagyon fontos, hogy megfelelő mennyiségű olaj vagy zsír legyen az edényben, mert hogy ugye, ahogy beletesszük a tésztát, a forró olajban egyből meg kell, és nem szabad, hogy leérjen az edény aljára majd. Gyönyörűségesen megkeltek, csupa buborék az egész tészta. Nem duplája lett, hanem inkább háromszorosa. Ezt dagasztottam másodszor, úgyhogy a kefíressel kezdek. Mégpedig úgy, hogy fogom és leolajozom a deszkámat. Nem kell sajnálni, a fának is jót tesz. Közben alágyújtok az olajnak,
hadd melegedjen. A szabály ugyanaz, mint a fánkoknál, hogy forró, de nem tűzforró olaj kell. Tehát leolajozom a felületet, utána nagyon alaposan beolajozom a kezem. Attól függően, hogy mekkora lángosokat szeretnénk sütni, így kiszaggatjuk. Lehet egész aprókat, csiniket, fine diningosat, lehet szép nagyokat, attól függ, hogy ki miért kíván, strandméretűt is. Az a lényeg, hogy ami egyszerre kerül be az olajba vagy zsírba, azok körülbelül egyforma nagyságúak legyenek, egyszerre tudjanak megsülni. Hát nem lesz kevés a 30 deka lisztből sem. Nyolc darab szép nagyméretű lángosunk lett ebből. És akkor jön a másik. Mire ezek megpihennek, addigra forró lesz az olaj is. Nekem ez a kedvenc lángos receptem. Szerencsére itt jó meleg van, megy a sparhelt, jól melegít, úgyhogy nem lesz baj a tésztáknak. Azért nem is kell letakarni. Nézzük ezt az olajat, és egyből feldobja a tésztát. Tehát ez tökéletes most. Ha lisztet dobunk bele, akkor látják? Egyből így fölhabzik. Ez a lényeg. Ilyenkor egy fokozattal vegyük visszább a hőmérsékletet. És akkor olajozás, és amit először szaggattunk, azzal kezdjük a sütést is. Itt most családja válogatja, hogy ki mennyire szereti vastagon, vagy vékonyan, vagy a közepe legyen vékony, és a széle vastag a lángosnak. Gyönyörűen emeli föl a tésztát alulról a forró olaj, már újból földagadt, úgyhogy most vissza is veszem a hőmérsékletet. Ide készítünk egy itatós papírral egy tálcát, hogy a felesleges zsíradék csöpögjön le róla. Ó, gyönyörű. Hihetetlen jó ez a recept. És szépen türelmesen átsütjük. Már kemény egyébként az alja. Hogyha nagyon forró lenne az olaj, akkor nem lenne ideje a tésztának szépen föllevegősödni. Ha nem elég forró, akkor viszont beszívja az olajat. Tehát ezért kell nagyon eltalálni a hőmérsékletet. Ezek azok az óriási nagy levegő buborékok, amit szeretünk egy lángosban. Ettől lesz a héja ropogós, belül pedig nagyon könnyű. És akkor ki mivel szereti a lángost? Végre annyi félét tehetünk, ahányféleképpen szeretjük. Csak egy kis sós fokhagymáson, vagy csak egy kis fokhagymás tejföllel, vagy tejföllel és reszelt sajttal, kinek mi a kedvence. És ezért érdemes kisebbeket készíteni, hogyha valaki többféleképpen szereti. Úgy nézem, némelyik szalagos lángos lett. Ugye ez a kefíres, ami biztos siker. Most csütök gyorsan nagy kátai receptből is. Amikor új lángos tésztát teszünk bele a zsíradékba, akkor érdemes egy picit följebb emelni a hőmérsékletet, mert ugye a tészta visszahűti egy picit az olajat. És amikor látjuk, hogy már megint nagyon jól sül, akkor visszavesszük megint egyel a hőmérsékletet. Tulajdonképpen egy tipikus pénteki ebéd vagy vacsora a családnak. Egy tartalmas leves, és utána egy jó lángos. De hétvégén, ha benn van a hűtőben a tészta, akár reggelire is lehet sütni.
óriási nagy divatja van egyébként a pitéknek is. Zseniális, milyen pitéket lehet sütni. Én Rosenstein Timitől látom a legnagyobb csodákat, gyönyörűségeket. Szerintem a mesteri szintre vitte a pitekészítést, úgyhogy itt lesz mindjárt, és megmutatja, hogy hogy készülnek ezek a pite csodák. Nagyon nehéz eldönteni, hogy melyik a finomabb. Szóval ez a kefíres, és ez a másik recept. Azért színben van egy kis különbség, olyan, mintha ebben lenne a tojás, pedig nem. És sokkal sárgábbra sült. Nézzük a kefírest. Ú, gyönyörű levegős. Egy kicsi tejföl. Pehelykönnyű, kívül ropogós. Nagyon jó. És a másik is tele van óriás buborékokkal. Tehát nem tudok dönteni. Állati jó mind a kettő. Ilyen lángos, olyan vagyok, mint gombócartó, csak lángosilag mindegyik zseniális, csak legyen belőle. Na azért megeszem ezt a kettőt. Hasonló tészta jön, mint a múltkori adásban. Igen, csak ebben nincs élesztő. Na, meg kicsit mások az arányok. Itt a fél kiló liszthez teszünk 100 g porcukrot, és ahhoz teszünk 250 g jéghideg vajat. Ugye itt is az a jó, hogyha nem csapódik ki a vaj. Gyönyörűen szét kell morzsolni a lisztes. Igen, ahhoz, hogy mintázni tudjuk a tetejét, és ugyanolyan maradjon a minta sütés után, ahhoz egészen apró vajdarabok kellene el kell vele. Igen, és teljesen egynemű tészta kell nekünk. És egy kicsit keményebb tészta is kell. Igen. Valami egészen zseniális pitéid vannak, ahogy díszíted őket. Köszönöm mindenféle szépen. Alkalmakra. Nagyon szépeket készítesz, de majd mindjárt meglátjuk, és aztán elleshetünk egy-két fogást is a tűntől. Igen, megmutatok majd kettő mintázási módot. Az egyik az egy rácsos lesz, az egy nagyon közkedvelt, egyébként végtelenül egyszerű, csak a logikájára kell ráérezni. A másik, az pedig egy valamilyen szép virágos minta. Jó, nagyon-nagyon. Nekem bármelyiket készítheted, mert annyira gyönyörű, precízen olyan szépen díszítesz. Azért irigylem nagyon, és azért jegyzem meg, és alig várom, hogy fölragd az Instára a következőt, mert én erre egyszerűen lehet, hogy képes lennék, csak nem vagyok ennyire türelmes. Igen, sokan kérdezik, hogy kell-e hozzá kézügyesség. Nagyon sokat meg lehet csinálni, úgyhogy hogy semmilyen kézügyesség nem kell hozzá. Szándék kell. Igen, meg idő. Igen, türelem, szándék és idő. Kérsz egy zacskót? Igen, kérek szépen. Lehet géppel is összegyúrni a tésztát. De egy hideg vajat ennyire nem tud szét. Szét tudja a gép is oszlatni. Van ez a késes... Igen. Ja, hogy azzal igaz. Igen. Látod? Azzal is lehet. Az aprítóval. Az aprítóval, igen. De lehet a sima dagasztókarral is. Vagyis nem a dagasztókarral, hanem azzal a lapossal. Azzal a krémkeverő. Tehát igen. Krémkeverőnek mondják. Azzal... Így ennyire elég. Kész is. Igen. Megy a hűtőbe, akkor most megtisztítjuk addig az almát. A híját így leszedem, és a reszelőt is adom. Ezt is csak kalákában szabad csinálni, ha nagyobb mennyiség kell. Egyébként egy ilyen pitébe mennyi almát tegyünk? Hát egy ilyen 24 centis kerek pitébe egy olyan 6-7 alma elég. Jó, hát ezt gondolom attól függ, hogy ki hogy szereti. Igen. Én ezt az arany középutat
választanám. Kicsit mindenkinek megfelel. Igen, igen. Mi egy közepes mennyiségű almával készítjük most, de mindenki annyival készítse, ahogy a család szereti. Az ízesítésére is azt szoktam mondani, hogyha valaki nagyon fahéjasan szereti, akkor többet tegyen bele, aki kevésbé, az kevesebbet, lehet még kardamommal, ki mennyire igen. szereti az ilyen fűszeres ízeket. Sokan szeretik a citromhéjat, reszelt citromhéjat bele, én nem szeretem, de bátran lehet azt is használni. Én szeretem, hogy savanykás. Bár én idared almából szoktam csinálni, és ez egy kicsit savanykás. És mennyi cukrot raksz hozzá? Érdemes megkóstolni az almát, hogy mennyire édes maga az alma. És annak függvényében. Kicsavarod egyébként az almát? Van egy olyan tippem, ami mindenki elcsodálkozik. Nem ilyen reszelőn szoktam reszelni, hanem ami nagyobb lyukú, és darabosabb az alma, és egy nappal előtte lereszelem, berakom azonnal a hűtőbe, és úgy nem enged levet. Komolyan. Na most, ha erre nem kérdezek rá, hallgatta volna. És úgy szoktam, hogy akkor megkóstolom, annak függvényében rakok bele cukrot, fahéjat, összekeverem, és egyből betöltöm. Uh-huh. Egyből megy a sütőbe. Így minden íz benne marad, ez egy jó. És nem áztatja el a tésztát. Nagyon jó. Tehát nagyobb lyukú reszelőn, azonnal hűtőbe, és másnap, amikor beízesítettük, egyből bele a tésztába. Azonnal be kell tölteni, és sütni. Nagyon köszönjük. Akkor most beízesítjük, és már is nyújtjuk a tésztát. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up. Igen, átgyúrtuk a hűtőből elővett tésztát. Hogyha nagyon sok ideig van a hűtőben, 1-2-3 órát, akkor, és túl keménynek érezzük, akkor célszerű átgyúrni, és akkor utána könnyebb nyújtani. Mivel kerekformát fogunk készíteni, ezért így körülbelül kerekformára igazítjuk, és úgy nyújtjuk. De a szélét úgy is le fogjuk vágni. Igen, hát ez zseniális, hogy csak így áttolod rajta, amelyiknek éles a széle. Igen, amelyiknek éles a széle, csak kibéleljük, áttoljuk a nyújtófát, és már el is vágta. Ennél majd egy éles késsel. És mivel vajas tészta, nem kell kikenni a formát. Nem. Meg lehet sütni kerámiába is, üvegbe, tényleg szilikonba, bármilyen formába. Én a fémre esküszöm, tehát hogy az adja le a legjobban a hőt. Hirtelen a legnagyobb hő, és utána ezzel kivesszük csak. Igen. Nagyon egyszerű igen. a tálalása. Azért a pite tészta törékeny. Arra szoktak még panaszkodni, hogy teszik be, de igen, azt most megmutatod. Az az egyik, a másik meg, hogy panaszkodnak rá, hogy a széle nem olyan szép. Teljesen mindegy, mert levágjuk. Levágjuk úgyis. Azt szoktam mondani, hogy az se baj, hogyha elszakad, amikor belerakjuk, mivel hogy ez az alja lesz, nem fog látszódni, le kell venni egy másik tésztadarabot és befoltozni, és utána sütés közben pedig összesül. Viszont a szakadás ellen ez a legegyszerűbb megoldás. Behelyezzük, kihajtjuk, és beigazítjuk ki. Rányomkodjuk a szélére, hogy ne álljon el. És meg kell szurkálni? Ha elősütjük, akkor meg kell szurkálni, sőt, akkor egy sütőpapírt és valamilyen nehezéket célszerű rárakni, mert hogy felpuposodik. És fogunk egy éleskést. És szépen a peremén körbevágjuk. Annyira látszik, hogy mennyire benne van a kezedben, meg hogy mennyire szereted csinálni. Igen, sokan kérdezik, hogy van hozzá türelmem, nekem ez egy kikapcsolódás, nekem ez nem teher. Úgy. És akkor erre rákerül a töltelék, igen, és utána a csináljuk a díszítést. Akkor adom az almát. Szerintem nem kell bele túl sok cukor. A fahéjat is azt szoktam mondani, hogy ízlés szerint, tehát ki mennyire szereti fahéjasan. Picit kinyomkodom. Jó. Ne áztassa el. De a te módszereddel nem kell kinyomkodni. Nem. Hát azt most megjegyeztem egy életre.
és színültig megtöltjük. Hogyha valami szép mintát akarunk rá, akkor célszerű simára. Azért teljesen simára elegyengetni itt az almát. És jön a varázslat. Jön a varázslat. A maradékot, amit levágtam a széléről, azt is belegyúrom. Uh-huh. Körülbelül mennyi tésztát hagyjunk a tetejére? Hát ez attól függ, hogy mennyire szeretnénk díszíteni. Ugye a rácsosnál is, ha telibe rácsozom, akkor szinte dupla réteg lesz rajta. Ha úgy rácsozom, hogy marad egy kis rés, akkor körülbelül annyi, mintha egy tetőt megcsináltunk volna hozzá. Jó, de tehát ez... egy picit többet hagyunk a tetőhöz, mint ami volt az alja. Igen. Jó, készül a rácsozás. Nagyon figyeljenek, ez olyan, mint a fonott kalács fonása. Egyszer megtanultuk, tudjuk. Igen. Ez a szuper szelet elő. Igen, még az a kérdés, hogy milyen széles csíkokat szeretnénk rá. Félrerakjuk, nyújtunk még egyet. Elkészítjük az összeset előre, amire szükségünk Igen. lesz. Először rárakjuk egyik oldalról a csíkokat. Rövidebbeket a szélére. Igen, a rövidebbeket a szélére. És akkor megmutatom a legegyszerűbbet, és utána ezt lehet variálni, hogy átlóba csíkozom, ferdén, akárhogy. Úgy rakom rá a keresztbe csíkokat, hogy minden másodikat fölhajtok. Uh-huh. Ezt visszahajtom. És ami eddig lent volt, most azt hajtom föl. De jó. Most megint, ami először volt. Nagyon jó. Szőttes. Ha megvan a maga az elv, a logika, hogy kell, akkor utána... Ez már tökéletes lesz. Millió egyféleképpen lehet. Igen. Rombuszfelakban, igen. És itt ugyanúgy fogom és levagdosom a... És nem kell lerögzíteni? Nem. Tehát, hogy ez így elég? Ennyi elég. Le kell kenni tojással? Igen, én leszoktam. Szép, fényes lesz. Sőt, én szoktam fahéjas barna cukrot, összekeverem fahéjjal, és még amikor megkentem tojással, még azzal megszórom, és akkor egy kicsit ilyen ropogós lesz a teteje. Milyen gyönyörű lett, és milyen egyszerű. Hány fokra melegítsük a sütőt? Hát ez sütő válogatja, de ilyen 180-190 fok, és így 40 perc kell 40 neki. Perc. Attól függ ez is, hogy mennyire vastag a töltelék benne. Amikor szép piros a teteje, akkor biztos, hogy átsült, és az alja is megsült. Jó, na most a másik, az egy igazi művészet már, aki kedvet kap, utánozzon, de inkább élvezzük, jó, hogy milyen gyönyörűségesen készíti Timi. Először hadd mutassam ezt a csodát, hogy az maga egyszerűségében mennyire gyönyörű. Ebben az a jó, hogy ezt még lehet millióképpen variálni. Persze, még lehet ide is díszeket, meg a csíkokat is ezerféleképpen rakni, de ma megvan a módszer, nagyon köszönjük. Na és akkor most ezt nézzék meg. Egyszerűen tényleg művészet. Tehát miről mintáztad ezt? Ez egy budapesti bérháznak a homlokzatáról jött az ötlet, nem teljesen így nézett ki, de valami hasonló volt. Elképesztő az ihletett meg. Hát az a baj, hogy lehet, hogy rosszul leszek, ha abba belevágsz. Nem, de úgyis az a vége, hogy el kell fogyasztani. Hát végül is meg kell lenni, na jó. Az a jó, hogy utána lehet másikat csinálni. Így van, és jók az aránya is. Ez annyira finom, amilyen szép.
Nagyon köszönjük. Nagyon-nagyon. És még sok-sok szépet készíts. Én nagyon szeretem készíteni, szeretek vele elbébelődni. A műsorszám edényeiről és étkészleteiről a Tonyána gondoskodik. A műsor támogatója Borbás Marcsi, erdélyszakácskönyvét forgalmazó Libri.